mentek. Na itt van Elzam Ciluka és Szíbach. Szerbú, gyönyörű. Hú, de sokat mentek. Lanti, neki van neve? Van. Ja. Na menjünk, mert utána közben tudunk beszélgetni, ha haladunk. Hopp, az anyád, az. Te mi van ebbe? Egon, odafigyel. Nagyon friss vagy, te ördög. Ez él egy kicsit, ahogy elnézem. Igen. Kanca létére. Jó van. Jó van. Kis ördög vagy, mi? Na, mehetsz. Te hogy vagyok mérge, csak nem haladunk semmibe. Ez jön hánykor, most elmegy autócsere 15 perc. Ja. Ugyan már, tehát ez nem munkahely itt. A szárral valaki ezt fogja rá meg. Ja igen, azt úgy, mint múltkor. Elzamot megfogni. Ú, de mehettek ezek itt. Mondom, hogy mentek. Jó, van babucikám. Az meg ott megy. Az jön, Pej jön, Pavel sárga jön. És akkor van még valami? Nincs. Ez jön, az jön, az is Pavel sárga. Jó. Kicsikét mennek, hogy meg legyen húzva, annyit szaladgáljon, azt el lehet engedni őket. Többit is már nagyon nem. Nincs vész. Na, jártál már egy gumival? Oda mész a gumishoz, az közben leenged, azért megcsinál nagy nehezen a két elsőt, és még leenged a bal hátsó is, a jobb hátsó. Hey, te! Ilyen csak velem történik meg. Nem hiszem, hogy már... Az anyádat! Ebben van élet! Hókász Cilla, dömpike! Jó, dömper! Dömpike! Na, mennyi? Mennyi kis dömpi? Az anyád golyóját! Az anyád golyóját! Jó. Na, Niki van most soron. Tempikém, élsz egy kicsit, ahogy elnézlek. Az a jó. Á, majd ki kell neki telnie szépen. Sakira fele ilyen kicsi volt. A pályában, meg, vagyis májusban meg a legszebb ló lett májusra, a Sakira miatt. Ilyen macska kis, nagyon pici, hosszú sörő is átott a sarokba. Jaj, mondom, ezt el kell cserélni gyorsan. De azt nem lehetett elcserélni, aztán ilyen jó ló lett benne. De ez nem kicsi ez. Meg ne felejtsd el, vannak, amit főpumpálnak ott árverésre, tudod? Meg valamelyiket annyira nem. Az ezreket számít ilyenkor, hogy hogy néz ki. Elzem. Mindegy most már. Szedni is fog az magára. Szerintem hasasodott. Ami nem baj, egyen. Hát meg ló is, melyiket hogy viseli meg? Oda viszik, tudod? Oda viszik árverése előtte. Mi hogy viselkedik, hogy viseli meg a lovat? Utazik megint 1000 kilométer. Sőt, 1008-at. Jöttetek. Pláne ti veletek, te jó Isten szegény lovak. Mondom, ott rángatóztatok hátul össze-vissza, nem? Ja. Szerencsétlen lovak estek keltek. Igen. Mozdulatuk nem volt? Nem, ez az elején mondom, hogy beleakasztotta a fejét a szállt. Ha, annyi, igen. Nem. Hála Istennek. Jó van. Hát itt magukat most. A túlok milyen friss volt, te. Megint? Szombaton is. Szombaton jött ki vele, Évike ült a Tóbimból, akkor úgy hegyezte magad, ki a túloldat akkorát kiakasztott neki. Itt betettem a karámba, olyanokat szaladt meg, dugott ki, hogy...
Na, lassan lehet jönni fölüldögélni. Nem lesz ezekkel baj. Szépen hasalgatunk, ahogy szoktuk, elkezdjük. Azon már túl vagyunk, ki a udvarra, kis séta. Jó egy hete vannak itt, úgyhogy elkésve nem vagyunk. Ez nagyon él. Dömpike! Ez az ilyen energiabomba. Dömpi! Első nap volt az a kis érdekesség azon kívül. Ha aranyos, amelyek kettő vágta, azt meghúzni, elengedni. Hogy pupoljon egyet vágtába is. Hogy mit érez rá. Szerintem aranyos. Nem, nem. Nem. Úgy meghúzzátok. Lili, majd vezesd oda, hogy tudod, hogy együtt engedjük el Elzamat is oda hozzá. Majd arra is jön nyereg. Oda. Vezetheted nyugodtan. És akkor együtt elengedjük őket. Aha. Ott a barátnőd. Mehettek, drágáim. Ah, nagyon összehaverkodtak. Ezt mondtam Nikinek, úgyhogy gyorsan meg kéne venni ezt a szürkét is hozzá. Hát de mi elviszel a sárgát, vagy a izét? A szürké oda lesz végig. Hopp, figyelj. Oda néz. Hopp, kisasszony. Jaj, jaj, jaj. Jó, na menjünk, figyeljetek erre. Jó van, drágáim, menjetek. Hát ezek mentek egy pár kilométert már itt. Na. Nagyon jó.